Gyönyörű környezetben szebbnél szebb fogatok bevonulásával és csikós bemutatóval vette kezdetét az idei fogathajtó verseny Pocsajban. Több mint 30 fogat vett részt a 6. alkalommal megrendezett versenyen. A rendezvényen egész nap fogathajtók mutatták meg tehetségüket hajtásban, különböző kategóriákban. A programsorozat egyre több látogatót vonz, így sokan érkeztek a környező településekről is a megmérettetésre. A versenyen elsőként Kecskés Gyula polgármester köszöntötte a megjelenteket. A fogathajtás már az ókori görög olimpiák versenyszámai között is szerepel. Az első szakszerűen megörökített kocsiverseny Homérosz Iliászában olvasható. A kocsiversenysport a római császárok korában óriási méreteket öltött. Óriási befogadóképességű arénák 100 000 fő befogadására voltak alkalmasak. A modern szervezett sport azonban alig több mint 100 éves múltra tekint vissza. 1970-ben tette hivatalos sportággá a Nemzetközi Szövetség. Az első hivatalos Európa-bajnokságot 1971-ben éppen Budapesten rendezték 4-es fogathajtó kategóriában. Fogathajtásban a világ élvonalához tartozunk. Maga fogathajtás 3 versenyszámból áll: a díjhajtás, a maratonhajtás és a szakadályhajtás. A versenyeket 1-es, 2-es és 4-es fogathajtó kategóriában rendezik. Itt Pocsajon már hagyományosan megrendezett versenyről lehet beszélni, hiszen úgy jöttök ide, mint a hazajönnétek. A versenyzők állandó számának növekedése azt bizonyítja, hogy jó kezekben van a verseny megrendezése. Szeretném megköszönni mindenkinek az áldozatos munkáját, és mindenkinek kívánok jó versenyzést és jó szórakozást. Fodor István szervezőtől megtudtuk, hagyományteremtő szándékkal indították útjának a rendezvényt, mely a nagyközségi önkormányzat s számos helyi vállalkozó támogatásával valósulhat meg. Jelen pillanatban 6. alkalommal, bízom benne, lesz ennek folytatása is, mivel úgy nézem a fogadók számából, mint hogy polgármester is mondta a megnyitóba, hogy évről évre gyarapodik a fogadók száma. Én bízok benne, hogy 10-nél se fogunk megállni, 15-nél se és 20-nál se, ameddig az egészségem fogja engedni, és a jó szándékú és a adakozók, a támogatók fognak minket támogatni, mindaddig fogjuk ezt folytatni továbbra is. Tudomásom szerint 28 versenyző nevezett le, valamint vannak az esztervés kategóriák, az még plusz vagy 6 vagy 7 fő, olyan 34-35 hajtás fog lenni. Hogy milyen kocsik vannak? Itt vannak a nagyfogatók és a pónifogatók. És vannak benne a pónifogatókban is amatőrök, akik még most próbálnak barátkozni, próbálják megszeretni ezt a fogathajtást. Ez onnan indult az egész ötlet el, hogy itt a pocsai lakosok között van egy nagyon jó barátom, Olá Gyulának hívják, Paszúj Bece névre hallgat. Neki egy gyönyörű szép kis pónifogatja van, aki mai nap folyamán is fog versenyezni, és az alpolgármester úrnak a vendéglátó egységéből kint voltunk, és mondtam neki, hogy látod, mondom, Pista, ők is szervezhetnek fogathajtó versenyt. Erre Pista azt mondta az alpolgármester úr, hogy Pisti, szervezzétek meg, csináljátok meg, mi támogatunk benneteket. És akkor elindultunk ebbe a dologba, majd polgármester úrnak a fülébe jutott ez a dolog, és ő azt mondta akkor, hogy hajrá, csináljátok. Ez 6 évvel ezelőtt történt, hát akkor igaz, 23 fogadtal kezdtük, meg nem ilyen felhozata adott az önkormányzatnak a sátor, meg ezek létrejöttek. Egy régi, ilyen paraszt típusú kis sátorba kezdtük, de hát hálisten kinőttük magunkat. A versenyzők Hajdú-Bihar megye településeiről érkeztek, hiszen ez a 20 akadályból álló megmérettetés az országos pontgyűjtő bajnokság részét is képezi. A versenyzők a Hajdú-Bihar megyei térségből, mivel ez itt már most már 5. alkalommal ez egy pontgyűjtős megyei bajnoki forduló, és így kell, hogy képviseljék a bajnokságot. Komárditól kezdve Hajdúbeszörmény, Romániából is, Erdély országából is jöttek, megtiszteltek minket jelenlétükkel. Hajdúhatház, sorolhatnám itt a környező településekről, ahol érkeztek a fogadók. Ez az egész napos program, én úgy érzem, hogy ez kitölti az embereknek a lószeretetét, hogy látossák. Hát mondjuk látni kell a környezetet, itt van a csorda is,
aki vidékről, városról eljön, láthatja, a vidék még mindig van, létezik, csinálják a gazdák. Én bízom benne, hogy továbbra is jól fog működni a dolog. Jó. Beszéljünk egy picit arról, hogy versenyez is a mai nap. Milyen kategóriában, hogyan fog indulni? Hát én mostan egy évet kihagytam, nem pontosan egy éve, majd jövő héten lesz egy éve, akkor indultam itt Pocsajba, C-kategóriába, csak sajnos nem tudtam részt venni a C-kategóriába. Abba fogok indulni, hát nagyon bízom benne, hogy ahhoz képest, hogy amennyit időt kihagytam, és amennyit gyakoroltam, sikeres lesz. A versenyzők tehát C-kategóriában, kettes fogathajtó és póni fogathajtó kategóriában mérték össze tudásukat. A megkérdezett hajtók riporterünkkel megosztották, hogyan is érkeztek a versenyre, s hogy mit várnak a megmérettetéstől. C-kategóriában indulunk, kettes fogat. Mit lehet tudni, mit kell ezen a távon teljesíteni? Időre megy, tehát mit lehet tudni? Időre megyen, mérik az időt, hibapontot jegyzik, és a pálya hosszát megmondják előre, annak alapján számolják ki az időt, hány másodperc az alapidő, a bólyák szélessége 170 centi, ennyit lehet róla tudni. Volt-e már a pályán, milyen? Hát országos pontgyűjtő verseny, tehát az országos versenyre lehet kvalifikálni ezen a versenyen, és ez majd beszámít a hogy Hajdú-Bihar megyéből ki fog eljutni az országos döntőre. Beszéljünk egy picit a lovakról. Kik ők, mióta dolgoznak együtt, mit lehet róluk tudni? A Nyárges az Apostol, a Rudas az Lóri, 15 éves az egyik, a másik 16, és hát együtt dolgoznak már egy olyan 6 éve. Említette, hogy ugye ez egy pontgyűjtő verseny, de mi a jelentősége ennek a mai napnak, ennek a versenynek? Mi a jelentősége? Hát ennek az a jelentősége, hogy mindenki szeretne eljutni az országosra, mindenki azért hajt lényegében. Tehát ebből az ország és a pontgyűjtő versenyből van 5-6 kinevezve Hajdú-Bihar megyébe, és akkor annak alapján, aki a legtöbb pontot eléri, az juthat be. Póni kettes és C-kategóriás. Mit lehet tudni a fogatról, a lovakról, nevük, mióta vannak együtt? Fjord fajtájúak, az egyik a Matyi, a másik Silver nevezetű, és 8 éve vannak együtt. Az időre is, és az akadály, hogy a labdák maradjanak fent. Miért jó ön szerint egy ilyen találkozó, egy ilyen lovashajtó versenyez, vagy egy inkább találkozó? Hát figyeljen, de most ez olyan, mint a motoros találkozó, vagy biciklis találkozó, vagy futnak, vagy úsznak. Ez egy hobbi. Mit vár a mai naptól? Hát majd este megmondom. Melyik számba fognak indulni? A C kategóriába fogunk indulni. Látom önöknél a kupa. Igen. Hát, ez a tavalyi kupa, igen. Akkor mi az idei cél? Hát ugyanez, ha összejön a dolog. Jó. Beszéljünk egy picit a lovakról. Kik ők, mióta vannak együtt, mit lehet róluk tudni? Hát ez a rudas lovom Liza, 2007-ben született, 9 éves, a nálam van már 6 éve, a Nyárges egy Kitti, az nálam van 4 éve. Jó lovak, én ennyit tudok róla mondani, hogy nem tudok rosszat mondani róluk. Jó, milyen ez a pálya, mit tud róla elmondani? Hát én nagyon jó pálya. És nagyon jó az ellátás, minden. A verseny során a kocsiknak a hátsó kerék nyomtávjához igazított bójapárok között kellett áthajtani a pályarajz szerinti vonalvezetésnek megfelelő sorrendben. A bóják tetején egy-egy labda volt, s a versenyzőknek úgy kellett közöttük keresztül hajtani, hogy a labda ne essen le. Az akadályokat különféle kombinációk tarkították, emelve ezzel a küzdelem nehézségét. Idősek, fiatalok, valamint hölgyek is megmutatták tehetségüket a szakmai zsűri előtt. Thank you.
És
Késő délután eredményt híredett a zsűri, a serlegeket, csomagokat, ajándékokat a szervezők adták át a nyerteseknek. A mai világban szükségünk van a gyors, praktikus járművekre, de mégis a csillogó-villogó szuper autócsodák sem felettetik velünk a hagyományos közlekedési eszközt, a lovaskocsit. A lovas sport benne a fogadhajtás ősidőkre tekint vissza, még akkor is igaz ez, ha a modern szervezett sport alig több mint 100 éves múltra tekint vissza. S mit is kívánhatnánk a Pocsai Lovasbarátok Sportegyesület tagjainak, mint azt, hogy a megkezdett munkát folytassák, és a későbbiekben is hasonló színvonalú lovasnapokat szervezzenek nekünk, pocsai lakosoknak.